Ugye a Gábor azt mondta, hogy ez nem a tökéletesek klubja, uh, ahol most vagy. Ez nem egy ilyen rendezvény, ez a kifejezetten a tökéletleneknek a uh, klubja, és szeretnék én is négy olyan életsztorit megosztani veletek, uh, négy embernek az életéből, akik uh, csatlakoztak ehhez a klubhoz, a tökéletleneknek a klubjához. És nagyon autentikus lenne uh, ezután a felvezetés után, hogy magamról beszéljek, de most megkímélek benneteket ettől. És uh, az üzenetemnek az a címe, hogy a félelemtől a bizony, bizalomig, a bizonytalantól a biztosig. És ezt az üzenetet egy héttel ezelőtt szombathelyen már átadtam, de most egy, egy BPI-ásított verziót fogtok ebből hallani. Nem tudom hányatokat viselt meg az óraátállítás, és mennyire vagytok fáradtak de arra kérlek benneteket, hogyha bármivel esetleg egyetértetek az üzenetből, akkor mondjatok egy áment. Erre nem, nekem is, nekem, is jól esik, de, de ugye az ige is mondja nekünk, hogy néha jó, ha a saját lelkünkkel úgy beszélgetünk. Ez a magunkba beszélés, ez nem azt jelenti, hogy meghasonlottunk önmagunkkal, vagy elmentek otthonról. Ugye több ilyen Zsoltárt látunk például, amikor azt mondja a Zsoltár, hogy lelkem áld az urat. Ugye saját magát szólítja meg az ember. Aztán amikor a 40 42. 43. Zsoltár azt mondja, hogy miért csüggetsz el én lelkem. És amikor azt mondjuk, hogy ámen, akkor igazából a saját lelkünknek mondjuk azt, hogy hiszem. Úgyhogy ha bármivel egyet tudtok érteni, rövid lesz az üzenet, nem kell sokáig ámenezni, de akkor mondjatok egy hangos áment, jó? És akkor magunkat is egy kicsit fölébresztjük itt az óra átállításos kómából. Ámen. Na, szóval a félelemtől a bizalomig, a bizonytalannal a biztosig, ez az üzenetnek a címe, és egy rövid kis igével szeretnék kezdeni, amit látok is kivetítve, ami úgy szól, hogy bemegyek a király elé a törvény ellenére is. Bizonyára tudjátok, hogy honnan származik ez az idézet a Bibliának egy ószövetségi könyvéből, nevezetesen az Eszter könyvéből, amikor múlt héten készültem a szombatei üzenetre, és a Szent Szellem erre az igére mutatott rá, hogy ebből induljunk el, akkor hétközben tapasztaltam meglepődve, hogy tulajdonképpen múlt hét közepén Purim volt, amikor is a zsidó ünnepkörön belül pont az Eszter könyvében leírt eseményeket ünnepli a izraeliti, a hitű embereknek a közössége, a zsidó emberek. És szeretném én is ezzel a sztorival indítani, és csak nagyon röviden felvázolnám, hogy mi is történt ott tulajdonképpen. Ugye Izraelnek a népét elvitték a babiloni fogságba, aztán utána történt egy világbirodalomváltás, váltás, és sokan már az izraeliek közül, a zsidók közül elkezdtek visszatelepülni Izraelbe, de voltak, akik olyan szinten asszimilálódtak már Babilonban, hogy úgy döntöttek, hogy ott maradnak, és letelepedtek. és a következő világbirodalomnak a virágzását már ott élték át, Perzsiában gyakorlatilag jött a Perzsa világbirodalom, akinek a királya Ahasvírus volt, és történt egy Eset, amikor egy nagy lakomát rendezett ez az alsvírus király és egy családi konfliktusba torkollott, ugyanis hivatta a feleségét, mert szeretett volna büszkelkedni a többi főember előtt azzal, hogy neki milyen gyönyörű felesége van. És hát a felesége ellenállt neki, nemet mondott neki. Hát ez nagyon sértette az ő méltóságát, és az ő tekintélyét kikezdve látta, ezért, ezért rövidre fogva a sztorit, gyakorlatilag a királynői állásból kirúgta a vásti királynét, és utána föltette egy apró hogy királynői állás betöltendő, keresünk az egész birodalomból királynői jelölteket, és jöttek is mindenhonnan a szebbnél -szebb lányok, de végül Eszter volt az, akire a választás esett, aki egy zsidó származású ifjú hölgy volt, Márdokeusnak az unoka huga, egy árva lány, akit a nagybátyja nevelt. És a sztorit tényleg nagyon röviden összefoglalva, volt az udvarban egy, egy ember, aki nem zsidó származású volt, őt Hámánnak hívták, és ezt a Hámánt nagyon irritálta Márdokeusnak a jelenléte ott a királyi udvarban. Legfőképpen az bántotta, hogy, hogy Márdokeus nem hajlandó térdet hajtani ő előtte. És még inkább piszkálta a csörét azt, hogy mindezt azért teszi, arra hivatkozik, hogy ő zsidó és ezért Hámán egy tervet nem csak Márdok Eus ellen, hanem az egész zsidóság ellen, és rávette a királyt, hogy egy olyan törvényt adjon ki, aminek értelmében minden zsidó embert az egész birodalomban el kell pusztítani, és a vagyonukat el kell kobozni. Tudjátok, hallott szoktuk ezt mondani, hogy, a, hogy ha valamit meg akarunk változtatni, hogy végül is ez nem a médek és a perzsák törvénye, és azért mondjuk ezt, mert a médek és a perzsák törvénye megváltozhatatlan volt, megváltoztathatatlan volt, és nagyon úgy tűnt, hogy ezen a ponton, amikor ez a döntés megszületett, akkor a zsidóságnak befellegzett és óriási halálfélelem és, és rettegés lett úrrá a zsidóságon. És ekkor ezen a ponton Márdokeus azt mondja az ő hugának Eszternek, aki a királyné lett, hogy, hogy lehet, hogy pont ezekért a, a, napokért kerültél te ebbe a királynői pozícióba, mert talán Isten pont téged fog használni abban, hogy ez az egész helyzet megforduljon. Eszter nagyon fél, hogy a király elé járuljon bármiféle kéréssel, és hogy a befolyását latba vesse, ugyanis azt írja a Biblia, ezt mondta Eszter, hogy aki hivatlanul mer bemenni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja az aranypálcáját, Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. És Ester Eszter fontolóra veszi Márdukeusnak a tanácsát, megkéri, hogy Susán városában minden zsidó ember három napig száraz bőjtőjön, ne egyen és ne igyon. És amikor ez a bőjt letellik, akkor vesz egy nagy levegőt, és bemegy a király elé. Igazából elképesztően sokat kockáztat. Ugye nem régen történt az, hogy Vásti királynő azért került bajba, mert ellentmondott a királynak. Ugye gondolhatta volna a király, hogy ez az Előző ez, ha hívtam, nem jött, ez meg akkor is jön, amikor nem hívom. E, hogy mindig a baj van ezekkel az asszonyokkal, és igazából remegő lábakkal e, megy be Eszter, de tudja azt, hogy egyedül a király segíthet abban, hogy ez, az, ez a helyzet megoldódjon, és az egész ügyben akkor jöhet be egy fordulat, hogyha ő be tud menni a kérésével a király színe elé. És tudjuk azt, hogy ekkor hangzik el ez a híres mondata szájából Eszternek, hogy bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is, ha elveszek, akkor hát elveszek. És nagyon meglepő fordulat történik, mert amikor belép a király elé, akkor azt mondja az ige, hogy amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király a kezében lévő aranypálcát. Szóval azt látjuk ebből az egész történetből, hogy, hogy igazából a fordulatot az hozta ebben a storyban, ami addig egy lejtmenet volt, és nagyon úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon csúnya vége lesz ott a zsidóságnak. Szóval azt, azt a fordulatot, amikor Eszter belépett a király elé, a törvény ellenére, és egy kérdést szeretnék nektek feltenni, hogy szerintetek mi volt az a tényező, ami miatt ez a király, a hasvérus kinyújtotta az aranypálcáját Eszter felé. Mi gondoltok, hogy miért történt ez? Hát azért, mert szerette őt. Igazából az, a, a, látjuk ennek az előzményét a második fejezetnek a 17. versében, amikor azt mondja az Ige, hogy és a király minden nőnél jobban megszerette eztert. Minden lánynál jobban megnyerte a tetszését és a szeretetét. És nem akarok az üzenettel elébe, nagyon előre szaladni, de szeretnélek azzal bátorítani téged, hogy az atya ugyanúgy érez feléd. És az ő szeretete, ahogy a Gábor is beszélt erről, feléd felfoghatatlanul, érthetetlenül hatalmas. És látjuk azt, hogy Eszter tudja, hogy a király segítségére van szüksége, mégis ahogy megy a király jelenlétében, van benne egy bizonytalanság. Tehát az van benne, hogy kétesélyes a dolog, hogy mi fog történni. Vagy összejön, vagy nem jön össze. És látjuk, hogy ennek az egésznek lett egy nagyon pozitív végkimenetele. Szeretnék az Új Szövetségből is mutatni nektek négy rövid példát, hogy ezt az Új Szövetségben, amikor már Jézus megjelent, akkor emberek hogyan élték meg, hasonlóképpen egy kicsit, mint Eszter. Az első példa, amire szeretnék utalni, az a Márk evangéliumában van, és csak idézni szeretnék a storyból. szerintem rögtön tudni fogjátok, hogy miről van itt szó szóval a Márk egyben. Oda ment Jézushoz egy leplás, leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezeit kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. Hát, hogyha figyelmesen olvastátok a fruchtibácsi tanításait, Arnold Fruchtenbaum tanításait, vagy Görbis Tamás tanításait, akkor tudjátok, hogy itt egy messiási csoda történik, és ezt most nem ecseltelném, hogy miért. Az a lényeg, hogy, hogy a messiás volt az, aki a leprásokat is meggyógyította, és addig nem gyógyult meg leprásként csak a szír Naámán, illetve van még ott Mirjámmal egy eset, ugye, a kivonulásnak az időszakában, de ez egy messiási csoda volt, hogy egy leprás Meggyógyult. És én, mivel nem kérdés, hogy Jézus hogyan viszonyul hozzánk, én most nem arról akarlak feltétlenül első körben győzködni benneteket, hogy, 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 hogy Jézus mennyire jó hozzá, hanem szeretném egy picit ráirányítani a figyelmeteket arra, hogy mi az, amit ez a leprás ember tesz. Van -e ebben a történetben valami meglepő és furcsa, ugyanis, hogyha kicsit a leprásoknak az életszituációjával, helyzetével, elesettségével foglalkozunk, akkor érdemes visszalapoznunk a Mózes harmadik könyvébe, ami pontosan leírja azt, hogy egy leprásnak mi lett volna a dolga egyébként. És ott azt olvassuk a Mózes 3-ban, a 13. fejezetben, hogy a poklos embernek, pedig akin kiütés van, legyen a ruhája tépet, a haja gondozatlan, takarja el a bajuszát, és ezt kiáltsa, itt úgy játszik, hogy csak férfiak lehettek leprásak, hogy tisztátalan, tisztátalan. És tisztátalan mindaddig, amíg rajta van a kiütés, tisztátalan nő egyedül lakik, a táboron kívül legyen a lakása. Hát ez egy elég súlyos parancsolat és törvény, és nem tudom, hogy föltűnik-e nektek, de nagyon az látszik ebből a történetből, hogy ez a leprás nem vette figyelembe azt, hogy mi vonatkozik rá a törvényből. Le, valószínűleg a ruhája tépet volt, és szakadt volt, lehet, hogy még a bajuszát is eltakarta, de ahhoz képest, hogy a törvény azt mondja, hogy egyedül kellett volna elkülönülten élnie a többiektől, és nem mehetett volna be a tiszták közé, az elit klubba, a tökéletesek klubjába, hanem kellett volna csatlakozni a tökéletlenek klubjához kívül a lepra ehhez képest bemegy a tömegbe, és nem azt kiabálja, hogy hogy tisztátalan vagyok, hanem azt kiabálja Jézusnak, hogy ha akarod, akkor meg tudsz engem tisztítani. És ami figyelemre méltó ennek a leprás embernek a megnyilvánulásában, hogy elképesztő hit volt benne, hogy ő felismerte nyilván azt, hogy Jézus a messiás, aki meg tudja gyógyítani a leprásokat, illetve ismerte azt, hogy valaki nagyobb van itt annál, mint ami, mint ami a törvény. És oda megy Jézushoz, és az ő várakozása nem okoz neki csalódást, mert azt látjuk, hogy Jézus is átlép a törvényen, mert azt mondja, ennek az történik, hogy Jézus megszánta, és kinyújtva a kezét megérintette. És azt mondta neki, hogy akarom, tisztulj meg. És tudjuk a történetet, hogy ez a tisztulás ott, abban a pillanatban megtörtént. Aztán szeretnék egy következő példára utalni nektek, nagyon nagyon halkok az ámenek, vagy nem értetek egyet, vagy vagy nem értitek az üzenetet, vagy tényleg nagyon fáradtak vagytok. Ervi nagyon kitartó egyébként itt elől. Köszönöm. Amen. Szóval a márkőt. 28. Biztos, hogy rögtön ezt is látni, fogjátok, vagy tudni fogjátok, hogy melyik történetről fogok beszélni. Azt mondja itt valaki, hogy ha megérintem akár csak a ruháját is, akkor meggyógyulok. Ámen. És ki volt ez az illető, ez a vérfolyásos asszony volt, aki már 12 éve küzdött ezzel a betegséggel, és azt mondja a Biblia, hogy minden emberi lehetőséget megpróbált. Van esetleg közöttünk bárki, nem is kell feltétlenül föltenni a kezed, aki küzdesz esetleg egy olyan kihívással, problémával, betegséggel, bármivel az életedben, amire emberileg nincsen megoldás, legalábbis eddig nem találtál? Nekem van ilyen. Hogyha van bárki más, akkor nagyon figyelj, mert ezek az üzenetek neked szólnak. És ebben a történetben is az történik, hogy ez a vérfolyásos asszony a nagy tömegben lopokodik Jézus mögé. És ő is valami olyat tesz, ami nem volt összeegyeztethető a törvényel, ugyanis azt olvassuk a, a Mózes könyvében szintén, hogy a, azoknak a hölgyeknek, akik ebben az állapotban voltak, az volt az utasítás, hogy semmi szent dolgot ne illessenek, a szent helyre sem menjenek be. Amikor több mint tíz évvel ezelőtt a, a, a nagypapámékat költöztettük ö, egyik városból a másikba, akkor a, a könyvtárának egy részét megörököltem, és több... Ö, 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 Zsidó imakönyv is így hozzám került, és volt egy olyan kis gyűjtemény, ami kifejezetten zsidó hölgyeknek szólt, és rendelkezett ezekről az esetekről is. És megdöbbenve olvastuk a feleségemmel, hogy, hogy nagyon komoly a törvény erre vonatkozóan. És aktualizálták a mai korra, és elő volt írva, hogy még ha ilyen állapotban van egy hölgy, akkor, akkor ne is üljön le! a tömegközlekedési járművel mások mellé, és a többi, tehát nagyon szigorú rendelkezések voltak. És azt látjuk ebben a történetben, hogy ez a vérfolyásos asszony megint csak félreteszi a törvényt az útból, mert fölismeri azt egyrészt, hogy Jézus a messiás, másrészt pedig fölismer ő is azt, hogy nagyobb van itt, mint a törvény, és hogy, hogy Isten sokkal inkább érdekelt abban, hogy rajta segítsen, mintsem hogy a törvénynek ilyen értelemben az erejét vele szembe fordítsa. És és oda megy ez az asszony, megérinti Jézusnak a, a ruháját, és bár ő titokban akart áldást lopni, Jézus azonnal érzi, hogy egy erő hagyja el az ő testét, és rögtön megáll a menet. Pedig Jairushoz igyekeztek nagyon, akinek a lánya haldoklott, később meghalt, aztán Jézus őt is feltámasztotta, szóval megáll a menet, megállnak egy pár percre, és Jézus megkérdezi, hogy ki az, aki megérintett engem. És ez az asszony előjön, lebukik. És reszket, azt mondja a Biblia, annyira fél, hogy remeg a félelemtől. És azért fél, mert tudja, hogy valami olyan dolgot tett, ami ellenére volt a törvénynek. De ő, ő bízott abban, hogy, hogy, hogy mégis a Jézusban levő erő meg fogja őt gyógyítani, és meg fogja őt szabadítani. És amikor ott áll ez a nő remegve és félve, mert illegálisan igénybe vett valami isteni segítséget, és azt gondolja, hogy ez neki nem járna, lehet, ha már megtörtént, megpróbálom ellopni az áldást, de igazából tudom, hogy ez nekem nem járna. És amikor ott áll remegő lábakkal, és fél attól, hogy lehet, hogy ennek talán kövezés lesz a vége, vagy ki tudja, hogy mi lesz a vége, akkor Jézus gyönyörű szavakat mond neki, és azt mondja először is, hogy eredj el békességben, nyugodj meg, és ne félj. És megnyugtatja az asszonyt, és utána a következő dolog, amit mond neki, az az, hogy légy egészséges amit úgy is lehet fordítani, és talán a Csia Lajos így is fordítja, hogy légy szabad a téged verő ostortól. Nem tudom, hogy, hogy van-e bárki közöttetek, akik éreztek ilyen folyamatos ostorozást, akár egy folyamatos fájdalom formájában. Nekem egy ideje fáj nagyon a gerincem, és ez olyan, mint egy folyamatos ostorozás de hiszem azt, hogy az úr meg tud ebből, sőt, hogy meg akar ebből gyógyítani. Aztán nem csak fizikai fájdalmak lehetnek, hanem, hanem, hanem lehet, hogy van benned egy folyamatos önostorozás. Lehet, hogy valamit az életednek egy pontján elrontottál, és szembesülsz lehet, hogy nap nap a következményeivel, és folyamatosan van benned egy vádlás és én csak arra szeretnélek bátorítani, hogy, hogy ragadjátok meg hittel a názereti Jézust. És amikor ez megtörténik, akkor, akkor ott ő azon a ponton megszabadít téged minden ostorozástól. És az ostorozásnak vége lesz ennek a folyamatos gyötrésnek és ennek a folyamatos kínzásnak. A következő történet, amire szeretnék utalni, ez egyik kedvencem, különösen amióta a Dobozi Péter beszélt erről a táborban Vajtán, a Samáriai asszonynak a története. És ennek már rengeteg aspektusát elővettük és tanulmányoztuk, és csak néhány gondolatot szeretnék ebből kiemelni. Ugye a két idézet a történetből, Jézus azt mondja az asszonynak, nem, tud, asszonynak, nem tudod, ki vagyok én, aki vizet kértem tőled. Ha tudnád, tudnád akkor te kértél volna a vizet tőlem, én pedig élő vizet adtam volna neked. Aztán később azt mondja Jézus az asszonynak, hogy eljön majd az az idő, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben, és igazán, vagyis hogy őszintén imádják a menyei atyát, mert az atya olyanokat keres, akik így imádják őt. Amire szeretném most a figyelmeteket ráirányítani ebből a történetből, az szintén valami, valami meglepő, ami a törvényhez képest teljesen más bánásmódot tanúsít Isten részéről az ember felé. A hatalmas kontraszt ebben a történetben, hogy itt van ez az asszony, aki, mint kiderül a történetből, ötször elvált. És Jézus ezt tudja. Bár Rita a feleségem felhívta rá a figyelmemet, hogy lehet, hogy nem is vált el, csak mind az öt férje meghalt. Hát nem tudom, melyik a jobb. Én maradjunk annyi, hogy szerintem elváltak, ezt majd otthon megveszéljük. Szóval, hogy ötször elvált ez az asszony, és tudjátok, abban az időben, és remélem, hogy jól tudom, de majd a tanítói hivatal kiigazít, ha nem jól értelmeztem az igét, de abban az időben nem az asszonyok adtak vállólevelet a férjeiknek hanem a férjek adtak várólevelet az asszonynak, amikor alkalmatlanak ítélték őket valamilyen okból a házasságra. És ennek az asszonynak az aktájában ötször szelepelt az, hogy te alkalmatlan vagy arra, hogy együtt valakivel. És egy kudarc halmaz volt az életem, rá, rá volt sütve ez a bélyeg, és emiatt egy hatalmas szégyen volt rajta. És akkor Jézus elkezd vele beszélgetni, és ad neki egy személyes kijelentést, azt mondja, hogy eljön majd az idő, sőt, már itt is van, vagyis, hogy ez most neked szól, és most, hogy amikor az igazi imádók szellemben és őszintén imádják az Atyát, és azt is megindokolja, hogy miért, mert azt mondja, mert az Atya ilyen imádókat keres. Az asszonynak az volt az üzenet, hogy figyelj, ötször téged kapcsolatra alkalmatlannak ítéltek, házasságra alkalmatlannak ítéltek. És az atya meg ehhez képest téged keres. Téged a tökéletlent. Az a szó itt a Bibliában, hogy imádni, ez egy nagyon intim szó, amiről a Gábor is beszélt. Az imádni az azt, jelenti, azt is jelenti, hogy, hogy, csókolni, hogy egy, egy ilyen őszinte, szeretett kapcsolatban lenni. És, az asszonynak az üzenet az, hogy, hogy lehet, hogy téged már mindenki alkalmatlanak itt mindenféle kapcsolatra, hogy te rigolyás vagy, problémás vagy, szerethetetlen vagy, borzasztó vagy, nem tudom, hogy milyen élményei voltak, de azt mondja neked az atya, hogy nekem viszont alkalmas vagy. Nekem kell lesz, nekem szükségem van rád. És én kereslek téged, én erőfeszítéseket teszek azért, hogy velem te kapcsolatba kerülj. Hogy megismerd igazából azt a szeretetet, amiből, hogyha merítesz, hogyha amiből iszol, akkor soha többet nem fogsz ilyen szituációba keveredni. És az a megdöbbentőbb, ami ami rögtön látható tünetként megjelenik ennek az asszonynak az életében, hogy abban a pillanatban a szégyenérzetét érzetét elveszíti, és az, aki addig titokban ment ki a kúthoz, illetve nem titokban, de olyan időben, amikor nem kellett senkivel találkozni, a visszarohan az emberek közé, és fölvállalja magát. És az üzenet az volt tulajdonképpen ennek az asszonynak, ami neked is egy üzenet az atya részéről, hogy szeretlek és felvállallak úgy, ahogyan vagy. Nem tudom, hogy mit gondolsz magadról, hogy milyen lesújtó az én képed. De az atyának a véleménye rólad, hogy én szeretlek, és felvállallak téged, ahogyan vagy. És szeretnék még egy meghökkentő dolgot mondani. Jézus nem tette hozzá az asszonynak azt üzenetképpen, hogy és azért vállallak fel, mert tudom, hogy most nagyon gáz, amit csinálsz, és nagyon gázember vagy, de majd, ha átéred az én szeretetemet, az majd úgyis meg fog téged változtatni. Nem tesz ilyen kitételeket. Én hiszem, hogy az Atya szeretete megváltoztat bennünket és formál bennünket, de ha csak a saját életemre nézek, akkor azt mondom, hogy még legalább 42 évet élnem kell, meg kell dupláznom az éveim számát, hogy esetleg a végére kikupáljon engem is az Isten szeretete. Szóval az Atyának a véleménye rólad az, hogy szeretlek téged úgy, ahogy vagy. És ne görcsölj, csak egyszerűen ezt fogadd el, és hidd el azt, hogy, hogy nekem, nekem kell lesz, nekem jó vagy úgy, ahogy vagy, és egyébként én hiszem azt, hogy ha ezt átéled, akkor az atya szeretete elkezd változtatni és formálni is téged. Aztán a, az utolsó sztori, amiről szeretnénk beszélni, az a Lukács 7-ben van leírva, erre a történetre, illetve ennek egy, egy másik verziójára utalt Rita a gyűjtés alkalmával, és ez pedig a bűnös nőnek a, a története, a, az események Simon Farizeusnak a házában zajlanak, és tudjátok, hogy itt volt ez a parázna asszony, aki feltétlenül prostituált volt, és odament be az elit klubba, bemerészkedett az elitbe, a Simon Farizeuséknek a házába, ahol mindenki látszólag makulátlan volt és tökéletes volt, és soha semmilyen bűn nem követtek el. Ez volt az ő kis én képük, legalábbis ezt a látszatot próbálták fenntartani, és oda megy Jézushoz, elkezd sírni, ráborul Jézusnak a lábaira, és akkor azt olvasok a Bibliában a hetedik verstől, hogy azt mondja magában Simon a farizeus, hogy ha ez az ember valóban proféta lenne, akkor tudná, hogy miféle nő az, aki hozzáér, tudná, hogy ez az asszony bűnös. Nézzétek meg, hogy itt is mi a botrány. Az a botrány, hogy egy bűnös ember, egy alkalmatlan ember megérinti Jézust, megérinti Jézust a Szentet, aki azt hirdeti magáról, hogy ő az Isten fia, és ő a Szent, és ő a Messiás. Ez a botrány. Pedig valójában ez nem botrány, hanem igazából ez a megoldásnak a forrása. Hogyha te megérinted bűnösként, alkalmatlanként, betegként a názereti Jézust. És hogy ezt hittel teszed. És utána ugye folytatódik a történet, mondja egy példázat után Simon Farizeusnak Jézus, hogy mondom neked, ennek az asszonynak sok bűnét megbocsátották. Ezt abból láthatod, hogy mennyire szeret. Akinek viszont kevés bűnét bocsátották meg, abban a szeretet is kevesebb. És végül úgy záródik a történet, hogy azt mondja Jézus ennek a hölgynek, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Amit ebből a történetből üzenetként át szeretnék nektek adni, az az, hogy, hogy milyen meglepő, hogy maga a kijelentés, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, az igazából a történet végén hangzik el. És lehetne többféleképpen értelmezni ezt az eseményt, hogy oda megy ez az asszony, elkezdi Jézusnak a lábát csókolgatni, elkezd neki hízelegni, elkezd őt ajnározni, hogy kimanipulálja tőle azt, hogy, hogy, Jézus megbocsássa a bűneit. És figyeljetek, hányszor tesszük egyébként ezt? Hogy, hogy oda megyünk az Isten elé egy pofa vizitre, hogy hátra megint ránk mosolyog, és azt gondoltuk, hogy mosoly szünet van köztünk, és ezt most végre hajlandó lesz felfüggeszteni. Vagy azt gondoljuk, hogy a dicséretünkkel rá tudjuk őt venni arra, hogy lássa, hogy mi mennyire hiszünk és mennyire akarunk, és akkor majd ő cserébe meggyógyít, vagy cserébe átéljük a bűnbocsánatot, vagy lemegy rólunk a vádlás, a kárhoztatás, vagy az anyagi életünkbe bekövetkezik egy fordulat. És nagyon sokszor vannak hívők, akik, bocsánat, hogy ezt mondom, de az adakozásról is így gondolkodnak, hogy az adakozásommal Istent az oldalamra tudom állítani, hogy cserébe majd ő is adjon. És nekem az a meggyőződésem, hogy ez az asszony nem azért tette mindezt, mert ezzel manipulálni akarta Jézust, hanem azért, mert részesülni akart Jézusnak a tisztaságából ő tudta azt, hogy ő milyen. De azzal a hittel érintette meg Jézust, hogyha megérintem, akkor én is meg fogok tisztulni. Hogy akkor át fogom tudni venni a bűnbocsánatot. Akkor meg fogok tudni szabadulni a gyötréstől, a kárhoztatástól, a vádlástól. Hogy akkor megváltozik az életem. Azért érintette meg Jézust, mert részesülni akart Jézusnak a szeretetéből. És részesülni akart annak a Jézusnak a szerepet, szeretetéből, amiről szerintem meg volt győződve, hogy aki őt ebben az állapotában is szereti, és meg fogja őt szentelni. És annyira gyönyörű az, hogy a várakozásai neki is uh, uh, igazából beteljesedtek, és valóra váltak, mert azt mondja a történet végén Jézus ennek az asszonynak, hogy asszony, megbocsátattak a te bűneid. És... Uh, Szeretnék utolsó előtti igeként a zsidó négyről beszélni nektek, és aktualizálni mindezt a saját életünkre is. A zsidó négy tíz beszél arról, hogy mit jelent az, amikor te bemész az atyának a nyugalmába. És ennek az eszenciája jelenik meg egy kicsit a zsidó négy tízben, amikor. Azt mondja az ige, hogy ezért, aki belép Isten nyugalmába, az is befejezi a munkáját, abba hagyja az erőfeszítéseit, és utána megpihám. Az az üzenet ma, hogy, hogy nyugodtan engedd el magad az Isten jelenlétébe. Eszternél láttuk azt, hogy még őben az volt, hogy kétesélyes a dolog, hogy mi fog történni. Ezeknek az embereknek, akikről beszéltünk, nekem az a meggyőződésem, hogy volt egy hitük arra, hogy a kívánt változás, az Isteni szeretet megnyilvánulása az meg fog történni feléjük. És a zsidó négy pedig azt mondja nekünk, hogy mi is nyugodjunk meg, menjünk be Istennek a nyugalmába, és fejezzünk be minden fölösleges erőlködést, minden fölösleges munkát, minden erőfeszítést, ami arra koncentrál, hogy az Istent az oldalomra állítsam. Hogy megnyerjem őt a magam számára. És szeretnék, mivel ezt kértétek, hogy legyenek gyakorlatiasak az üzenetek, gyakorlati tanácsokat adni nektek ezzel kapcsolatosan. Az első az az, hogy ne manipuláld az Istent. Ezt tudom, hogy nagyon keményen hangzik, de akkor egy kicsit puhítok rajta, és azt mondom, hogy nem kell manipulálnod az Istent. ne vezekelj, ne hízeleg, és ne követelőz. És mondok még egy dolgot, hogy ne kegy. Lehet, hogy valaki már átérte az Isten szabadítását, és tudod, amikor bennem is följön az irigykedés, akkor mit feltételezek, hogy őt jobban szereti? Vagy ő valamit jobban csinált? Nem szereti jobban, és nem csinált semmit jobban. És amikor ezt megérted, akkor te is abbahagysz minden erőfeszítést. Minden fölösleges munkát abbahagysz, vagy ha dolgozol és erőfeszítéseket teszel, már nem azért teszed, hogy az Isten megsegítsen és megálljon. Éppen ellenkezőleg, mivel átélted az Isten szeretetét és megáldott téged az Isten, ezért teszel erőfeszítéseket, és ezért végzel munkát. Aztán egy nagyon fontos dolog, amiben tetten érheted, hogy mennyire hitted ezt el, ha megérted az atya viszonyát hozzád, akkor az emberekkel való viszonyod is megváltozik. És csak néhány kérdés. Honnan tudod azt, hogy elhitted azt, hogy az atya nem személyválogató? Onnan, hogy azt veszed észre magadon, hogy te sem vagy az. És nem kategorizálod az embereket. És nem minősíted az embereket hanem, hanem az a szeretet, amiről János beszélt, hogy figyelj, hát ha az atyát szereted, akkor igazából az embertársaidat is szeretni fogod, az Isten szeretetével, ami nem azonos azzal, amire mi magunktól képesek vagyunk. Szóval ebben ez tetten érhető. Aztán a következő. Honnan tudhatod, hogy elhitted azt, hogy nem kell manipulálnod a jó cselekedeteiddel, az ajándékaiddal, az adományaiddal, a dicséreteddel, a hízelgéseddel, az atyát ahhoz, hogy megsegítsem. Ezt ugyanonnan fogod tudni, hogy te sem várod el ö, 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 senkitől azt, hogy, ö, hogy, ö, hogy igazából a, a céljait így érje el nálad, és te sem tanúsítasz senki felé ilyen bánásmódot. Nagyon, amikor átéled, hogy mit jelent az atyával ez a kapcsolat, ez abban fog megnyilvánulni, hogy őszinte leszel az emberekkel való kapcsolatban. Bevered vállalni a frankót figyeljetek, a leprás bevállalta, a vérfolyásos asszony bevállalta, a samári asszony először nem vállalta be, de aztán rájött, hogy igazából nincs mit takargatnia. Hát a bűnös nő meg nagyon bevállalta. És, és, hidd el, hogy ha ezt az atyával átéled, akkor, akkor rájössz abba, hogy arra, hogy nem kell hízelegned az embereknek. Csak szeresd őket. Nem kell az ajándékokkal utat készíteni magadnak ahhoz, hogy ők segítsenek rajtad. Nem kell korumpálódnod, mert ez gyakorlatilag ez az emberekkel való kapcsolatodban, mert igazából már csak az Atyától függsz és a tőle való szeretettől. Úgyhogy az üzenet ma számotokra az az, és nekem is, hogy jussunk el a félelemtől a bizalomig, és a bizonytalanodtól a biztosig. És szeretnék utalni a Zsidókhozért levél negyedik fejezetének a következő részére, ami pontosan erre bátorít bennünket. Azt mondja itt, hogy hatalmas főpapunk maga Jézus az Isten fia, aki felment a mennybe. Ezért bátran valljuk meg, hogy hiszünk Jézusban, és ragaszkodjunk hozzá. Bátran megvalhatod azt, hogy, atyám, én nem magammal hiszek nem az én elért eredményeimben hiszek, nem az én saját vallásos cselekedeteimben, teljesítményemben hiszek, hanem Jézusban hiszek, aki értem mindent elvégzett, és a munka be van végezve. Ezért nekem nem kell erőködnöm, nem kell erőfeszítéseket tennem, hanem oda mehetek az én atyámhoz, aki szeret engem. És úgy folytatja, hogy ragaszkodjunk hozzá, mert főpapunk megérti a gyengeségeinket, hiszen ő is megtapasztalta mindazt, azokat a kísértéseket és próbákat, amelyek az embereket érik. Egy gyönyörű szó ebben az ige szakaszban az, hogy a főpapunk megérti a gyengeségeinket. Amikor Jézus ott át a Samáriai asszonyjal szemben, ő megértette őt. És nem elkezdte vizsgáztatni, hogy tulajdonképpen miért jutottál ebbe a helyzetbe? Tudjátok, hogy ennek a samári asszonynak milyen gyerekkora volt? Hogy nőtt föl? Mi vezetett oda, hogy ő, ő, ő ennyire alkalmatlan volt a házasságra? Tudjátok, hogy az a prostituált miért lett prostituált? Te az ő helyzetébe kikerülted volna ezt a csapdát? Ha olyan gyerekkorod van, vagy olyan múltad van, mindenki? És azt mondja a Biblia, hogy nem kell, amikor oda jössz Jézus elé, bemész az atya jelenlétében, nem kell magyarázkodnod. Nem kell megmagyarázni, hogy atyám, hát én azért lettem, azt mondja az, hogy nyugi, tudom, értem, és nem kárhoztatlak. Tudom, hogy miről van szó, ismerlek téged, már akkor ismertelek, mielőtt megfogantál volna az édesanyádnak a méhében. És aztán folytatja, hogy mindenféle próbán győzelmesen keresztül ment, és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran, vagyis félelem nélkül és bizalommal úgy fordítja a csia, hogy a szabad szólásnak a bátorságával menjünk, és ez gyönyörű, azt mondja, hogy az Atya Isten kegyelmének a tronjához. Őnál a bőségesen megtaláljuk azt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen most szükségünk van. Tehát az üzenet az, hogy mindenféle reszketés és félelem nélkül bátran oda mehetsz az atyának a jelenlétébe, és a másik, amit mond, hogy bizalommal, és nem úgy, mint Eszter, hogy vajon szólhatok-e, és lehet, hogy szólhatok, lehet, hogy nem, hanem a szabad szólásnak a bátorságával, a szabadságával oda megyünk az atyához, és az, az ígéret van itt, hogy megkapunk minden segítséget, amire éppen most szükségünk van. Nem tudom, mire van szükséged ma bűnbocsánatra, akkor hiszem, hogy ezt már át fogod élni. Ha gyógyulásra, akkor ezt át fogod élni. Ha szabadulásra van szükséged, akkor hiszem, hogy át fogod élni. Hogy, hogy ahogy megérinted Jézust, közösségbe kerülsz az ő testével, ahogy tesszük majd ezt hamarosan az urvacsorakor, akkor az Isteni erő, az Isteni szeretet, mert a szeretet az Istennek az ereje, az meg fog nyilvánulni az életedben. És zárásképpen csak egyetlen egy ige, ami nem is szorul magyarázatra, ami a Zsoltárban van megírva, a 46. Zsoltár, ezt a Gyafi dalában sokszor szoktuk énekelni, és pontosan erről beszél. Azt mondja, hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos, vagyis igen biztos segítség a nyomorúságban. Nincs ott semmi kérdőjel, nincs ott semmi feltételes mód, hanem azt mondja, hogy mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, a háborognak és tajtékoznak is vizei, és a tombolástól megrendülnek a hegyek. Szeretnénk most úrvacsorázni, és arra kérlek benneteket, hogy ugyanazzal a hittel és bizalommal legyetek most közösségbe Jézus Krisztusnak a testével és vérével, ahogyan ezt tette a leprás, aki megérintette Jézust, ahogyan tette ezt a vérfolyásos asszony, ahogyan megismerte a samáriai asszony a bűnbocsánatnak az erejét és hatalmát, és ahogyan átélte ezt ez a bűnös asszony, aki annak ellenére, hogy bűnös volt, nem azt mondta, hogy először rendbe teszem magam, és majd utána megérintem Jézusnak a testét, hanem azt mondta, hogy megérintem, mert tudom, hogy ez az egyetlen esély a számomra, hogy a sorsom megváltozzon és megforduljon és ezért most én is arra bátorítalak titeket, és tudom, hogy tudjátok, hogy ez a kenyér és ez a bor, ez itt Krisztusnak a teste, Jézusnak a vére, és amikor vesszük ezeket a szent jegyeket, akkor igazából közösségbe kerülünk, megvalljuk azt a hitünket, hogy közösségünk van ezzel a názáreti Jézussal. Hogy ő, ami gyógyulásunknak a forrása, ő a bűnbocsánatunknak a forrása, ő, ami tisztaságunknak a forrása. És nem a kenyér és a bor lesz szentségtelen azért, mert te most bűnösen idejössz és megérinted, nem a kenyér és a bor lesz leprás, nem lesz fertőző, hanem a benne levő erő és a benne levő hatalom, a benne levő isteni szeretet lesz az, ami át fogja az életedet. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy most ezzel a hittel vegyük az úrvacsorát, és amíg idejöttök majd az asztalokhoz, és veszitek ezeket a jegyeket, a bort és a kenyeret. Ekközben szeretnénk is imádkozni mindazokért, akik úgy érzitek, hogy az elhangzott üzenetek föl gerjesztették bennetek azt a hitet, hogy Jézus meg tud benneteket segíteni. És hogy jeleztük is, itt oldalt fogunk most állni az ima csapattal, és nem csak presbiterek fogunk imádkozni, hanem vannak többen, akik vállalták azt, hogy imádkoznak értetek, mert szeretnénk személyesen imádkozni, törődni veletek, mert az atya is, ahogy látjátok, mindenkivel személyesen foglalkozik. Nem azt szeretnénk, hogy azt éljétek át, hogy jöttök imáért, mintha egy futószalagra mennétek, hanem hogy átéljétek az Atyának ezt a kedvességét, ezt a személyességét. Úgyhogy szeretnénk most imádkozni az úrvacsoráért megáldani, Tamást megkérem, hogy mondjon egy áldást, és utána, amíg halkan szól a dicséret, bátorítalak benneteket, hogy oszoljunk föl, legyünk szabadok, menjünk oda, és gyertek imáért, és fogunk értetek imádkozni. És aki pedig úgy gondolja, hogy most ezt nem így ragadná meg, az pedig csak a helyén dicsérje és imádja az urat, és lépjünk be hittel az atyának a jelenlétébe. Amen.